vigyázat, megint megjelentek a puszpánk moly hernyói a buxusokon. Most kell őket gyorsan lepermetezni. Többféle felszívódószer is van. Ö, meg kell kérdezni a gazdaboltokban, mit ajánlanak. Azt hiszem, ha jól emlékszem, én karate típusút kaptam, és még egy másik fajtát, de most meg nem mondom, hogy mi volt a, a márkája, ezek felszívódó ö, permetszerek, sajnos nem lehet máshogy ö, megszabadulni tőlük, csak ilyen felszívódó permetszerrel, és szívesen használok ilyet, de ebben az esetben a, a buksus csemetéi megmentésére, lehet látni, hogy ez már egy eléggé viharvert buksus így is, tehát ezt már korábban megtépázták ezek a nagyon-nagyon falánk, nagyon-nagyon Telhetetlen étvágyú hernyók, teljesen kopaszra tudják enni, de ezt biztosan ti is észrevettétek már. Úgyhogy ilyenkor kell őket elcsípni. Érdemes tényleg jól bele túrni a boxus belsejébe, és alaposan megnézni. Nagyon nehéz őket észrevenni, hiszen jól beleolvadnak a környezetükbe, de minél hamarabb elcsípik őket, annál kisebb lesz a kár. És azért is kell repermetezni, mert ezzel... Gátoljuk a puszpángmoly, a sejemfini puszpángmoly szaporodását is. Tehát minél többször ezt nem tesszük meg, annál több lesz belőlük. Itt nem fogtok lakmározni. Jön a permetlény gyerekek.